Szomszédok filmjén már láttam, de újra meg szeretném nézni. 30 éves a sorozat, ami engem különben meglepett, azt hittem régebbi. Annyira része volt az életemnek, a fiatalságomnak, hogy olyan, mintha mindig lett volna. Ha csütörtök, akkor Szomszédok. Sokan sajnos már nem élhették meg ezt az évfordulót, de mi most rájuk is gondoltunk. Komlós Juci, Zente Ferenc kutyabácsi, azaz Raksányi Gellért, szegény Bajorimi, Palóc László és Bőn bácsi, azaz Máriási József. Buli van a Szomszédoknál. Kereken 30 éve indult el a sorozat, ezt ünneplik a szereplők. Sorra érkeznek az ismerős arcok, nagy az öröm. Valahova bárhova vágjál bele. A tortát ki más vághatná fel, mint a főrendező Horváth Ádám. 1987. februárja és 1999. decembere között futó 13 évadot megélt teleregénye a korszak egyik legnépszerűbb tévésorozata volt. Két hetente csütörtökön ma már elképzelhetetlenül sokan 6 millióan követték, hogyan próbálják kihúzni a hóelei fizetésig Vágásiék és Mágenheimék, és hogy vajon lesz-e olyan hét, amikor nem rabolja ki senki Almáik bisztróját. Horváth Ádám 1986-ban az első néhány forgatókönyvet kifejezetten rossznak tartotta, és inkább saját kezébe vette az ügyet. Az első 6 nem volt szimpatikus, és ezt át is írtam, és úgy volt, hogy 6-ot rendelnek belőle. Ebből lett 332. Döbbenetesnek tűnik, de nagyon jó volt csinálni. A stábulin azt is megtudtam, hogy Csűrös Karola, aki már a Szomszédok forgatása előtt Horváth Ádám felesége volt, könyörgött a rendezőnek, hogy adja neki Etus szerepét. Mondtam, hogy ezt nekem kell játszani, mert különben elválok. Azt mondja, ez is egy lehetőség. Mondta boldog mosolyjal. Mióta tart ez a házasság? 50. 51. És már 51-edikben vagyunk. Hamarosan láthatják, ki hogyan emlékszik vissza a forgatásokra és az együtt töltött időre. Ameddig mindenki megérkezik, rövid sétát teszek azokon a helyszíneken, ahol a jeleneteket felvették. Kíváncsi voltam, mi változott a sorozat megszűnése óta. Első állomás természetesen a gazdagréti lakótelep, a késő kádárkori szocializmus példája. Ezen belül is a Csíki hegyek utca 1, ami a sorozatban Lantos utca 8 volt. Becsengettem, de a sorozat megszűnése óta itt élők egyike sem volt otthon. Az egyik lakást egyébként nemrég vette meg egy új lakó. Kultikus helyszínen járunk, emögött az ajtó mögött forgatták Mágenheimék és Gábor Gábor szépség stúdiójának jeleneteit. Ha pedig tovább megyünk, a sorozatbeli Taki bácsiék itt laktak, tőszomszédságukba pedig Vágási Feriék. Úgy tudni, hogy a tévések magasrangú pártfunkcionáriusoknál, sőt magánál Grósz Károly főtitkárnál intézték el, hogy a stáb megszerezhesse. A színészeknek pedig az akkori fizetésekhez képest busás fizetés járt. Egy-egy főszereplő havonta 400 ezer forintot keresett. Viszonyításképp nézzük meg mondjuk az 1992-es évet. Abban az évben az átlagbér havi 22 ezer forint volt. Igazi kincsekre bukkantam a Szomszédok hivatalos fotósa Bukhart Ferenc lakásában. Lekerültek a polcokról a kissé poros albumok, rengeteg emlék, kulisszafotó, soha nem látott felvételek mindenhol. Most a képek mesélnek a szereplőkről, akik a maguk esendőségével együtt talpig becsületes emberek. Kedves kisnyugdíjas, boltos és taxis, hálapénz nélkül dolgozó mentős, vállalkozó szellemű kozmetikus, bátor nyomdász, fantasztikus pedagógus. Aztán ott vannak az ő családtagjaik, szomszédaik. Meg annyi változatos karakter bukkant fel a sorozatban. Itt van például Janka néni, aki az internetes mémek egyik legfontosabb szereplője. Pásztor Elzsi, Vágás Júli iszákos, cinikus és modortalan nagynényét alakította. Hatalmasakat kacag, amikor megmutatom neki azt a videót, amit a poharazgatós jeleneteiből válogattak össze a rajongói. És közben soha nem ittam, nem is hiszem a mai napig se, és azt szokták még kérdezni, hogy nem zavar engem az, hogy sértő megjegyzéseket tesznek. Furcsa módon az italra soha nem kérdeztek rá, mert valahogy nem voltam italos soha életemben. De ugyanakkor szemtelen voltam, ugye hazudtam, loptam, ittam, hát tessék meg. Csupa olyan tulajdonság. Atya Isten, ez össze van vágva, igen, hogy így jön ki, hogy folyton iszom. Legyen szíves, hozzam egy hideget. Hát én is élvezem, ez az igazság. Szóval Janka néni szerint jónak lenni uncsi, szeret rosszalkodni. Csupa jó ember, és ez egy figura, hát színészileg is. Ennek van nekem ez a pikantériája, ez a jó benne, hogy itt lehet játszani, meg lehet mutatni azt, hogy ilyen emberek
mindenki ismer ilyen embert, mindenki, sőt, nagyon sokan saját maguk is ilyenek, de a szomszédról tudják, hogy ilyenek. Ők maguk soha nem ismernék el. Nehéz volt elbúcsúzni a művésznőtől, de az iskolában már vártak. A szomszédok suliában, ahová Jutka, Béla bácsi, Hável és a többiek igazából nem is tanítani, hanem politizálni jártak be. A székek, a padok, a lépcsőkorlát és a helyettesítéseket jelző fali újság is mind olyanok, mintha egyetlen perc sem telt volna el 1987 óta. Az ember szinte várja, hogy Vágás Jutka egy csapat gyerekkel előlibbenjen az egyik sarokból és elmagyarázza nekik a himnusz helyes éneklését, vagy a testmozgás és a környezetvédelem fontosságát. Megvan még a posta, ahol kutya lelkesen udvarolt a postás kisasszonynak, Mimikének, és áll a sorozatban sokat látott gazdagréti templom, amit azóta átépítettek. Most így néz ki. A templom után jöjjön a kocsma, azaz a muskát lipresszó, ahol Kutya és Sümegi nem egy konyakot és hosszú lépést kért a hosszú évek alatt. Szőlősi György tulajdonos éppen ott volt, amikor megérkeztünk, elárulta, hogy egy alkalommal Bújtor István, aki egy ideig a sorozatot rendezte, csapolt sört szeretett volna inni, csak hogy az elfogyott. A színész hamar talált megoldást a problémára. Levette a sörcsapolót, hatalmasan durrant, ahogy levette a sörcsapolót, fölugrott, mi az itt lőnek? Hirtelennyi vagy, megijedt persze mindenki, de ez egy olyan kis kedves történet volt a Bújtor Istvánról. Nem én vagyok az egyetlen, aki szívesen nosztalgiázik. Belefutottam egy lelkes túracsoportba, akik hasonlóan hozzám a forgatás helyszíneire voltak kíváncsiak. Megállni Taki bácsi és Lenke néni ablaka alatt, beülni Jutka osztálytermébe, vagy épp támasztani a kocsmapultot ott, ahol 20 évvel ezelőtt a Tárvízió bőrkabátjában üldögélő Vágási Feri itta magát az asztal alá. Nos, pontosan ez az az életérzés, amiért mindenki idejött. A budapesti aszfaltprojekt sétavezetőjénél nehezebben lehetett volna nagyobb szomszédok rajongót találni. Lőrinc Adrián a sorozatból írta a szakdolgozatát. Azt mondja, azért, mert a teleregényben minden benne van. A szocialista rendszer utolsó rúgásai, a rendszerváltás káosza és a Magyarországra szakadt vadkapitalizmus még nagyobb bőrülete, na és sokak gyerekkora. Annyira szervesen beépült a mindennapjainkba. Én akkor születtem gyakorlatilag, amikor a szomszédok elindult egy picikével később, tehát gyakorlatilag kiskoromtól kezdve végig kísértem mindennapjaimat, és nagyon sokan vagyunk így az én generációmból rajongók. És most vissza a szomszédok jubileumi stábuliba, ahova közben mindenki megérkezett. Gyan a kolka! Kulka János, aki 14 éven át szerepelt a sorozatban. A színész a szomszédok megszűnése óta sokat dolgozott azon, hogy ne a sorozatbeli szerepével azonosítsák, így most szűkszavú volt. Azt azért megtudtam, hogy Horváth Ádám először azt kérdezte tőle, nyomdász vagy mentő lenni. Hamar eldőlt, hogy ő alakítja Magenheim doktort. Jó, persze. Horváth Ádám. Az nagyon kedves volt, igen. És szintén kedves volt hozzá sorozatbeli felesége, Szikszai Júlia. Freud Edit azt meséli, hogy előfordult, hogy Kulka egy-egy mondata után szünetet kellett tartani, annyira nevettek egy-egy jeleneten. Ugye mi szegény, hát nem túl gazdag házaspár voltunk, mindig állandóan anyagi gondokkal küzdöttünk, és nem is tudom, hogy a Karolától kapott, vagy közösen vettük egy bőrkabátot. És akkor ezzel kapcsolatban ugye mondott valami saját gondolatot hozzá, csak annyiszor vettük föl, mondom, hogy azt végig szétröhögtük állandóan, úgyhogy nagyon sokszor kellett ismételni. És a sorozat egyik részében ő nyitott rá a fiatal szerelmesekre, akiknek a fél ország azért drukkolt, hogy csattanjon el végre az első csók. Volt egy jelenet, amikor az itt most éppen itt beszélgető Freud Edit ránk nyitott egy szobába, és mi szétrebbentünk, és azt mondtuk, hogy csak az olasz szótár, csak ezt tanulmányoztuk. Az olasz szótár az én értelemben egyrészt lett internetes mém is, másrészt közöttünk ennek egészen más jelentése van. Fehér Anna, aki a sorozatban Almát, a pincérnőt játszotta, és akinek a nagyszüleit Zente Ferenc és Komlósi Júci alakította, a való életben gyakran keveredett félreérthető helyzetekbe. Például akkor, amikor tankolni szeretett volna. Egy középkorú benzinkutas nagyon feddőn nézett rám, és láttam, nem akar valamdani. Ott álltam életem egyetlen új autójával. És azt mondtam, hogy valami baj van? Nem szégyeli magát. Nem szégyeli magát, hogy a nagyszülei nyakán él, és ilyen autóval jár.
Hát nem akartam, én azt hiszem, hogy vicceli, mert mindjárt kacsint egyet, de ő nem viccelt. Amikor megpillantottam Nemcsák Károlyt, nem tudtam megállni, hogy ne kérdezzem meg, mit szól ahhoz, hogy szállóigévé vált a neten az az egykori mondata, hogy Karácsonyig összegyűjtök annyi pénzt, hogy beszállhatok az internetbe. Ez azért elég komolyan végigkísért hosszú éveken keresztül, és a fiatalok körében meg különösen terjedt ez a főcím mondat. De örülök neki, és igazából olyan csoda számomra, de nem csak számomra, hanem talán a többi szomszédok szereplő számára is, hogy a mai fiatalság milyen csodával nézi ezt a sorozatot. Nézik, de még mennyire. Kolléganőm Benyó Rita is szerepelt a sorozatban. Egymás után 4 vagy 5 részben szerepeltem, és nevem is volt, Varga Krisztának hívtak, és volt egy ilyen rövid sztori, hogy mivel 8-os vagyok, ezért gimnáziumba akarok menni, és elkeveredik a felvételi papírom, és ez több részen át konfliktust és drámát okozott. Hát akkor kezdje ő azt, ami minden egyes szomszédok adás elengedhetetlen része volt, a szereplők tanulságai, vagy inkább közhelyekben tocsogó szentenciái az epizódok végén. Mi itt a szerkesztőségben is megtettük ezt a magunk módján. 25 éve várok a válaszra, hogy felvettek-e a gimnáziumba. Úgy tűnik, a bürokrácia útvesztőiben elveszett a felvételi jelentkezési papírom. Remélem azért a parlamentbe így is beengednek, és a politikusi válaszokra nem kell újabb 25 évet várnom. A mélyszegénység nem szégyen, hanem egy állapot. Jó érzés segíteni azokon az embereken, akikről már lemondtak. Vajon miért van ennyi hányattatott sorsú ember a világon? Azt hiszem, hogy azért még lenne miben jobban teljesítenünk. Mondjuk például nem ártana, ha a 3 hónapnyi útépítés tényleg 3 hónapig tartana, és nem érthetetlen módon 1 évig. Munkahelyek jönnek, munkahelyek mennek, de én mindig megtalálom helyem. Nem szeretem én már ezt a nagy felhajtást. Mindenhol csak újságírók, kamerák, meg kíváncsiskodók. Sokkal jobb lenne, hogyha mindenkit hagynánk, hogy csináljon azt, amit akar. Ahogy megoldok egy problémát, egyből jön a másik. Ez egy örök körforgás, de hiszem, hogy ez visz minket előrébb. Ha minden kisembert 50 000 forintra büntetnének egy-egy jobb vagy bal kanyarért, akkor 10-szer ennyi pénz jutna óriás plakátokra és óriás műugró tornyokra. De minek üljek egyáltalán autóba? És mivé lesz ez az ország? Én már döntöttem. Szeretném, ha sokáig futna a heti napló itt az ATV-n. Jó a csapat, nincsen acsarkodás, Karcsika is részese a családnak. Most azonban elfáradtam, lepihenek egy kicsit. Bárcsak az én időmben is lettek volna ilyen jó műsorok, mint a heti napló. De akkor nem volt ilyesmi. Nagyon szeretem. A heti naplót nagyon szeretem. Mi meg magát imádjuk, édes drága Erzsike, és köszönjük szépen a szép szavakat. Örök hála, jó egészséget kívánunk önnek is, és az egész szomszédok csapatnak. Janka néni, azaz Pásztor Erzsi for president.